független és igazságkereső, tehát szabad bírák egyik, de nem egyetlen képviselőjét halljátok. Küzdelmünk nem együttes elhatározással indult, ma sem tartunk törzsi gyűléseket, de egyre többen tudunk egymásról, segítjük, támogatjuk a másikat. Kiki más sérelem gondolat alapján csatlakozott, és nem is feltétlenül egy időben hozzánk. A sokszínűség egysége tart össze minket. A kifele pofázás, bizony így mondják bírói körökben, nem volt szokás a bírói karban, ezért sajnos ez a válság egyik legbiztosabb jele. A szégyenletes bírói kényszernyugdíjazás, a betű szerinti igazságtalan ítélkezés, központi népszerűsítése bizony növelte taglétszámunkat. Az új polgári perrendtartás és a büntetőeljárási törvény a szegényebb és az alsó középosztálybeli polgárok igazsághoz jutását akadályozta. A jog visszafejlesztő jogegységi határozatok ma éppen a devizahiteleseket, holnap másokat sújtanak. Más tagjainknak, a bírósági dolgozók, igazságügyi alkalmazottak, a bírák kizsákmányolása tette be a kaput, az elképesztő munkateherrel, a függetlenséghez képest alacsony fizetéssel. Az idősebb vitézek elleni aljas, gyakran nem is burkolt nyuggerezés is sok kollégát a soraink közé lökött. A bírósági vezetőknek benyalizás ma már nem a gyenge bíró emberek egyetlen esélye, hanem a kelletténél jobban elterjedt jogszokás. Sokan Fleck Zoltán köpönyegéből bújtunk ki. Zoli tűpontos elemzései nélkül öntudatra ébredésünk sokat, még többet késett volna. És ha tud róla valamelyikünk, ha nem tud, Iloncai Zsolt bíró úr a mennyek országából ránk veti vigyázó szemeit. Ő 1998-ban, amikor a rendszerváltás után ígéretesen induló bírósági reform rossz irányt vett, önként adta vissza az életét. Egy valamit mindannyian vallunk. Nem mindegy számunkra, hogy a bíró kezében a fakalapács, vagy a bírót üldözik kalapáccsal. Közénk tartozik ezért a visszaélések ellen nyilvánosan aláíró több száz bíró, a bírósági vezetői posztokért az esélytelenek nyugtalanságával, a hatalom jelöltjével szemben induló ítélkező kollega, vagy az említett új eljárási kódexek hideg kazamata szabályaiba melegséget becsempésző bíró. Az Országos Bírói Tanács kitartó tagjai, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Mozgalom aktivistái, a belső korrupciót ostorozó Ravasz László volt bíró, és általában a nép és az igazság pártján álló kisbíró. És nem mellesleg, az ilyen bíróval legalább az ellenőrzések alkalmával összekacsintó, a felettesei éberségét kijátszó bírósági vezető is. De külső pártoló tagjaink is vannak. Ügyvédek, civil polgárok, közéleti emberek, médiamunkások, a tudomány emberei, a közösségünket a szabad díjra jelölő társaság a szabadságjogokért, vagy éppen a kedves nézők. Európai és tengeren túli mentoraink is hozzánk tartoznak. Nincsenek elegen és kevés a hatalmuk, de mind többen lesznek és mind többet segítenek. Amikor 2003-ban kineveztek bíróvá, nagyon boldog voltam, és úgy gondoltam, hogy minden tévedésem mellett akár életem végéig igazságos, független bíró lehetek, leküzdve a már akkor is tornyosuló akadályokat. És bár 2018. decemberi távozásomkor sem temetett maga alá az igazságszolgáltatás omladozó épületének valamely romja, de amire a közvetlen hatalmi önkény nem volt képes velem szemben, arra a jog kiköpő gépezet új szörnyszülött törvénye, az új polgári perrendtartás sajnos igen. Ha hiszik, ha nem, még érzelmileg is megviselt a sok korlátozó rendelkezés,
A döbrög is pénzbírságolós arrogancia a paragrafusokban. És távoztam, miként sok, tartását eként megőrizni kívánó kollega is távozott. Sokan maradtak, nekik üzenem, hogy nagyon kösse fel a szoknyáját vagy gatyáját, a ma bírája, hogy titokban igazságos ítéletet hozhasson. Őrizzétek a lángot, és egyszer majd napfényemben folytatjátok. A küzdelem mindazonáltal nem a bírák belügye. Egyre gyakoribb tapasztalat a tárgyalótermekben, hogy a jogbiztonságot megrendítő pofonok a szociális károsultak arcán csattannak. A jogállam alázása, a kisember, a hajléktalan, a bántalmazott, egyes kirekesztett roma polgártársak, vagy éppen a devizaitelesek megszégyenítésével jár párban. Nem a vezetői dolgozószobából kikullogó, leszidott bíró az igazi áldozat, hanem a legközelebb már elmaradt, igazságos ítélete nélkül a jogfosztott, nyomorgó honfitárs, felperes, alperes, vagy éppen vádlott. Hogy védje meg a bíró a közigazgatás rossz döntéseivel szemben a polgárt, ha nem független és ha nem felelős? Ha elveszi valaki gyermekünk uzsanáját a nyílt utcán, kiűznek lakásainkból, kiforgatnak tulajdonunkból, de bizonyos elkövetőnknél félrenéz, vagy alaki kifogások mögé bújik a teljes magyar igazságszolgáltatás. És hogyan óvja meg a gyengéket a bíró a hatalmasok önkényétől, ha honfitársaink tekintélyes része, elfogadhatatlan szegénysége, lelki, egészségügyi és fizikai rossz állapota miatt el sem jut talán a bíróságig. Legyen és lesz is majd e hazában a társadalmi felelősséget és a joguralmat egyszerre megvalósító bíróság fel a fejjel. Woo!